A legkisebbek aszfaltrajzzal, a nagyobbak különféle kulturális tartalmakkal, gasztronómiai különlegességekkel készültek erre az eseményre. Az eső sokak sajnálatára közbeszólt, de lényegében nem szegte kedvét az ünneplőknek. Készen állunk, várakozunk az esőbe, próbáljuk egy kicsit fölvidíteni az embereket, hogy ne törjenek le. Azonban mindez nem csökkentette az esemény színvonalát és jelentőségét. Úgy gondolom, a magyar kanizsaiak számára, de nem csak számukra, hanem vajdasági polgáraink és az egész Szerbia polgárai számára fontos ezt a napot megünnepelni, hiszen közös szándékunk az, hogy tagjaivá váljunk minél gyorsabban az uniónak. Úgy néz ki, hogy az ősz folyamán meg is szerezzük a tagjelölti státust. Ez az egyik oka, úgy gondolom, az ünneplésnek. A másik fontos oka pedig az, hogy valójában a magyarországi törvény módosítás után, miután mi magyarok mindannyian, ha igényeljük a magyar állampolgárságot, azt nagyon könnyen megkaphatjuk. Valójában mi mindannyian, akik ezt megtesszük, egyúttal Európa Uniós állampolgárokká is válunk. Az esemény egyik fénypontjaként leleplezték az első idővel eltűnő köztéri szobrot, egy kortárs képzőművész egyedülálló alkotását. Nagyon sok metaforát tartalmaz ez az alkotás. Én maga a művészetnek is egy metaforája, hogy mi is ez a művészetnek. Az elmúlás, emlékezés, aktív részvétel, megnézem ma, megnézem holnap, más lesz mindig, és ugyanakkor sokkal nagyobb asszociációs felületet ad az embereknek. Egy bizonyos idő után el fog tűnni, az természetes, de azt hiszem, hogy sokkal emlékezetesebb lesz, mint egy ott maradt szobor. Tehát az unalom és az izgalom között játszani. Szóval nekem ez volt valahogy az alap koncepció. Vajdasági Szociáldemokrata Liga fiataljai ma Újvidék központjában emlékeztek meg Európa és a fasizmus felett aratott győzelem napjáról. Ebből az alkalomból 1000 színes léggömböt bocsátottak a magasba. Tiana Éter aktivista kifejtette. Két fontos dátumról emlékezünk meg a mai napon, hiszen a fasizmus elleni küzdelem az Európai Unió alapvető értékei közé tartozik. A fasizmust ugyan legyőzték a II. Világháborúban, ám nekünk továbbra is küzdenünk kell a gyűlölet, az intoleráns és diszkriminatív magatartás ellen. Azért bocsátottunk a magasba 1000 léggömböt, hogy így módon is bizonyítsuk, mindent megteszünk azért, hogy Vajdaság és Szerbia többszínűségét megőrizve, mielőbb az európai nagycsalád része legyen, hiszen oda tartozunk, mondta Tiana Éter.